vagyunk Baragonyi Szabolcs Hűlt hegy című kiállításán, és az első kép, amiről szó lesz, és amiről a Szabolcs beszél nekünk, arról tulajdonképpen elsőre, hogyha még a címet sem tudnánk, akkor nem derül neki, hogy mi is ennek a kiállításnak a témája, mert egy nagyon szép, tulajdonképpen motívumtalan fotó. De aztán utána, hogyha az ember figyelmesebben megnézik, akkor lehet, hogy maradt egy új lenyomat, és ebből már lehet következtetni arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a hűlt hely. Hát a hűlt hely kiállítás az rendőrségi fotókból áll, bűnügyi helyszíneken készült képekből, és hogyha ennél a képnél megállunk, az azért érdekes, mert hogy ez volt az első bűnügyi helyszín, helyszíni szemle, amin mint fotós részt vehettem. Ez 4 évvel ezelőtt volt, kb. Egyébként ilyenkor novemberben, emlékszem, akkor is a Nina születésnapjára készülöttünk, és már jöttek a vendégek, és akkor ilyenkor úgy van, hogy erre is válaszoljak, hogy akkor szóltak, motoromra pattantam, és akkor odaértem a helyszínre, kaptam egy címet. De egyáltalán hogy jött az az ötlet, hogy rendőrségi helyszíneket? Most oké, hogy indexes fotós vagy, akinek eleve az, hogy... Bejárhat akárhova az. Bejárhat akárhova, mert hogy aktuális dolgokat, sőt, lehet, előtte is volt már valami olyan helyszín, Egyébként nagyon érdekes, ugye ezt a kiállítást a Sugár János nyitotta meg, és eddig ezen kívül egy kiállításomat nyitotta meg, ami a roma gyilkosságokhoz kapcsolódott. És ez nekem így nem esett le, hogyha a bűn, akkor mindig a Sugárnak szólok, hogy jöjjön, segítsen, de valamiért egyébként is foglalkoztam már, meg az előző sorozatomban a Közjól című könyvben is, amikor mentem helyszínekre, választottam már, ha nem is igaziakat, de hogy ott ilyen szimpadias helyzeteket kerestem, akik maguktól szimpadiasak, nem pedig én teszem őket azzá. Ott mentem már rendőrségi, baleseti helyszínelőknek a országos versenyére, ahol különböző feladatokat megkapnak és berendezett helyeket, és ott már volt olyan kép, ami nagyon egyértelműen mutatta, hogy bűnügyi helyszínről van szó, fekete zsákkal letakart valami volt, csak ugye ami kilógott alól, az egy próbababának a lába volt. Egyébként meg valóban az Indexig is visszamegy a dolog, mert hogy ott már egy ideig inkább többet szerkeztek, mint járok fotózni, és ugye nagyon sok rendőrségi hírünk van, és minden év végén szoktunk egy ilyen szilveszteri kabarétréfának a rendőrségi képeiből válogatni, már pedig azért, mert hogy nagyon abszurdak, vagy nagyon olyanok, hogy az ember nem hinné el, hogy ez egy ilyen párhuzamos valóságban olyan dolgok történnek, meg vagy olyan helyzetben vannak a tárgyak és az emberek, vagy akármi az egész. Tehát ha még a kötszitál, az is annyira furcsa, és plusz attól, hogy tudjuk, hogy ezek rendőrségi fotók, ettől aztán meg még furcsábbak, és ugye azt tudjuk, hogy a rendőrség kiadja, hogy nyilván ők felelősséget vállalnak érte, meg ki a más nem, hogy már pedig ez így volt. Tehát az az érzésünk, hogy ez nem lehet így, az abban a pillanatban ilyen zavarban így ott marad, hogy de hát akkor hogy kerül a csizma az asztalra. És akkor ugye azokat a válogatásokat nem én szerkesztettem, de baromi, mint fotós, az első volt ez a teljes sárga irítség, hogy én ilyen képeket akarok csinálni. Tehát hogyan férhetnék ebbe a közelébe? És gondolkodtam, hogy nyilvánvaló, hogy ezeket nem lehet megrendezni. Tehát foghatnám, majd lesznek képek, ahol vannak metrikus mérőeszközök, azokat pakolgathatnám mindenhova. Volt, hogy a rendőrségen is felajánlották, hogy akkor vigyem haza, és akkor odarakom a lakásba, ha akarom. És ez csábító, de hogy egyrészt a másik utam ide vezetett, ugye az a dokumentum és a valóság érzett viszonya volt. És ebből a valóság, ha van olyan, az azért volt mindig fontos, mert hogy azt úgy nem kreáljuk, hanem úgy készen kapjuk. Tehát úgy szembe jön velünk, és hogy ez egy annyira gazdag világ, hogy ebből fotósként nekem még mindig izgalmasabb válogatnom, mint hogy kitaláljak dolgokat, és akkor azokat kényszerítsem rá az emberekre, mint ha nem is valóságokat, de az én át. Tehát onnantól, hogy megcsináltam, akkor azok is bár másik értelemben, de nem akartam így úgymond
a saját igazamat így rákényszeríteni a világra, inkább megkerestem benne a saját igazaimat, tehát hogy így kölcsönvettem ezeket az igazságokat a magam számára, ha ennyire elkoptathatjuk gyorsan ezt a kifejezést. És igen, ez az első helyszínemen készült kép. És ennek a színei, azok valósak, vagy egy kicsit belenyújtják? Hát csak azért, mert most ez a kép... Hát mert szép a színe! Igen. És ez valami új lenyomott por, vagy pedig... Nem. Vagy mit látunk? Nem, hát ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok, amik nagyon szerencsésen állnak együtt, hogy mögötte a belső tér olyan, ugye meg van vakuzva, lehet, hogy bent világít egy lámpa, kint napfény van, én arra rávak, mármint, hogy nappali fény van, én pluszba vakuzok, lehet, hogy bent vagy valahol ég egy műfény, és nem tudom, lehet, hogy lilára van festve a szoba, és ezek így ilyen különböző dolgokból összejönnek. A másik nagyon egyszerű dolog, hogy az utómunkával ezekben az esetekben nem kell fáradjak. Tehát, hogy vannak beállítások, vannak standardek, amikkel le lehet fotózni bizonyos helyzetben lévő bizonyos dolgokat, és utána, mivel ezek rendőrségi fotókként vannak értelmezve, tárgyi bizonyítékoknak is hívják őket, itt utómunkának nincs is helye. Tehát, hogy abban nem lehet belenyúlni arra, hogyha ezzel kérdés van, mondjuk szolgálhatnak, ha ez adott esetben fontos minták vagy mérőeszközök, amik ezeket a dolgokat helyre teszik, abból viszonyítasz, annak a kettőnek a olvasatából jön ki a teljes mondat vagy a megállapítás a képpel kapcsolatban. De azért pontosítsuk kicsit a pozíciódat ezeken a rendőrségi helyszíneléseken, hogy nem te vagy a helyszínelő fotó. Nem, ez is... Hanem te a... Igen. A megfigyelő vagy. Te tulajdonképpen egy kapcsolat. Hát a függetlenségem is... Igen, tehát hogy ezeknek a helyszíneknek van hivatásos fotósa, én nem is lehetnék a helyszíni szemlén résztvevő hivatásos fotós, mert nem vagyok rendőr. Tehát az fel kellett volna szereljek, el kellett volna végezem a tanfolyamat. Egyébként ilyen tanfolyamon én voltam megfigyelőként, tehát hogy így végigcsináltam. És a másik az, hogy akkor meg lenne kötve a kezem egyrészt. Mindent le kéne fényképeznem. És hát nem hozhatnám ki ezeket a képeket, mert ezek a rendőrségi fotók maradnak. De ez rokon már más munkámban is volt olyan pozíció, amikor úgymond az alkalmazott fotó területére tévedtem abban a helyzetben, hogy mégse én voltam az, akinek el kell végezni a munkát. Tehát hogy csináltam így esküvői fotókat is, hogy nem én voltam az esküvőnek a fotósa. Vagy ha úgy gondoljuk, egy kicsit a gyerekbulikban készült képeim is ilyenek, hogy azért itt szoktak fényképezni, de hát nem így és nem ezt. Itt viszont úgy fényképezek és azt, mert hogy ha ebben módosítanék bármit is, akkor az már nem rendelkezne azokkal a tulajdonságokkal, amiktől ilyen érdekesen keveredik ezen a valóság és a dokumentum és a valóságérzet viszonya. Akkor mondjuk tovább a kedvenc halamra a Jó, hát ebben a két fotóban elsősorban az a legérdekesebb dolog, ami egy kicsit ilyen mágikus is bennük, hogy egy helyszínen készültek. De nem azért vannak egy falon, hanem azért, mert a szerkesztés során egyszerűen, ahogy rendezés során raktuk föl őket, így jött ki. Tehát nem tudtuk, tehát ez a kapocs, ez itt közöttük, ez így nem bírt elszakadni. És máskor is megfigyeltem azt, hogy a hétvégi munkás sorozatomnál azt az apósom telkén és a telek szomszédjairól csináltam, de van kép róla is, mert ő is végez hétvégi munkát, és a sógorom is, és hogy nem tudom úgy szekventálni, amikor szerkeztem a képeket, hogy az apa és a fia ne valahogy egymás mellé kerüljenek. Bár ez senki sem fogja róluk tudni, tehát nem tudnám ráerőltetni, nincs kiírva, tehát nincs egy ilyen plusz szerepe, és nagyon hasonlóan itt is vagy az egy helyszín összekötődik. Persze nyilván vannak olyan kapcsolatok, hogy nagyon hasonló lehetett a belső világítás, a színek, meg a lakásnak, mégiscsak egy embernek az életterében, ahogy összerakta, tehát a kanapének ezek az aranyszínei, a függönyön meg ilyen aranyszínek. Tehát ezek a lakberendezési vonal valószínűleg már összekötő, de hogy meg a mintázatok is, az ő ízlése jelenik meg, igen, mind a két képen. De ez egyébként
ugye azért ezek az ízlések, ezek a motívumok nagyon sok helyen megjelennek, azért nagyon sok lakásban. Tehát lehetne mentén is párosítani képeket, de egy valahogy így adta magát, hogy így rakjuk fel a falra. Most az nagyon érdekes, hogy ez egy üveg virág. Igen. És ez egy rózsa vagy egy tulipán? Hát igen. Mert ezt most tudod miért kérdezem, mert hogy végül is nagyon emblematikus fotók vannak, például mondjuk egy André Kertész fotó, ami van egy tulipán, most ez nálad teljesen... Ez nagyon jó. 90 fokban, de megjelenik ugyanaz. De ez tulipán, közben, hogyha a szirmait nézzük, akkor ez tulipánhoz közelebb áll, meg ez a csúcsos a fejformája. De hogyha elfordulunk, hogy én le is vehetem akár, ha akarod, mert hogy annál a kép is felmerült, hogy esetleg 90 fokkal elforgatva nem lesz jobb. De igen, ez az André Kertész volt, ez jó, mert hogy ismerem a képet, de nem ugrott eddig még be nekem. De azt mennyire érzed, hogy hat az a rengeteg fotó, amivel így szerkesztőként dolgozol? Tehát az, hogy a portepánt is folyamatosan nézed? Hát ez persze, de ugye ez egy tanulás, és én ezt nagyon, nagyon élvezem benne. De ugyanezt a tanulást a rendőrségnél is megtettem. Tehát, hogy ugye ezt először Pesten kezdtem, az első három kép, amit most végignéztünk, ami csak egy falra került valahogy, vagy egy sarokba került. Utána én azóta Hajdú-Bihar megyében dolgozom, a Debreceni Városi Rendőrfőkapitánysággal legszorosabban együttműködve, de megyésekkel is. De ott van rólam ügyirat, nyilatkoztam titoktartásról, és ennek értelmében én betekinthettem az archívumokba. És ezeket az archívumokat is ugyanolyan szemmel nézem, mint bármilyen képet. Tehát nyilván van egy csomó olyan kép, amiből sehogy sem tudok képet faragni, mert nem is akarnék. Viszont amiknél megtörténnek azok a kis furcsa berezgések, amitől mint fotós szemre mégiscsak érdekes, tehát ez a nagyon kötött rendszerben elkészült kép, és kvázi ezeket a motívumokat gyűjtöm össze, és próbálom meg tetten érni, vagy beljebb csalogatni. Tehát ezeket én tanulom most is, megnézem a helyszínelőnek is a képét, ugye akivel egy helyszínen voltunk, és volt már olyan, hogy azt mondja, hát ezt nem csináltam meg, és a jobban csinált nálam, tehát ez bármikor felmerülhet. Most ez, hogyha jól emlékszem, akkor tulajdonképpen neked a doktori Igen. projekted is, Igen. mert a Képzőművészeti Egyetemen most doktori iskolának a doktori oda járok, igen. Végzem. Igen. És a sugár a témavezető, hogy a bűn az maradjon a sugárnál. A bűn és a Képzőművészeti Egyetem az nagyon erősen összekapcsolódik, látom nálad, de hogy ez az archívum, amit átnéztem, a rendőrségi archívum, ott például olyan kutatást is végzel, hogy esetleg régen milyen fotósok végeztek ilyen munkát, vagy van egyáltalán erre vonatkozó? Amikor a felvételre készültem, akkor természetesen ezt így áttekintettem, meg egyébként is vannak nevek, amiket, hogyha valaki fotózik, ismert, tehát a BG, vagy a Magyarországon az Urbán Tamás, vagy a svájci Odermatt, aki mondjuk akkor inkább már ő állhat hozzám közel olyan értelemben, hogy az összes többi, az mind kívülről jött, alkotó, ugyan hasonló, mint én, de belép és arról tudósít, arról a helyről, vagy valamit beavatkozva csinálod. De Odermatt ugye, aki közlekedési rendőr volt, és a képei majd később kerültek beljebb, saját jogukon, saját maguktól, és ezt így senki más nem, tehát nem azzal a szándékkal. Tehát itt megint fontos, hogy egy ilyen szándék felfüggesztése, vagy ami nála nem kellett, mert nem volt szándékában nálam, ez így tudatos, hogy akkor a mintát inkább onnan kölcsönzöm. Igen, de hogy a Bertion is, aki ugye az első standardeket kialakítja a bűnügyi fotózásban, ezek nagyon fontosak, mert ez vezetnek el odáig, miközben párhuzamosan, hogy beindul azonnal a fényképezéssel kapcsolatban a vita, különösen a dokumentarizmus terén, hogy itt semmi sem érvényes, amit ezek csinálnak, mert mindenki a szubjektum oldaláról lép be, manipulált, az eszköz manipulál, nem tiszta, ez egy ide, ami egy butaság
valóság is volt kitalálni, miközben meg a fényképek folyamatosan jönnek be, ugye mai napig használjuk őket, bizalmi elv alapján használjuk őket, vagy minden kétséget kizáróan kell elfogadjuk őket, mondjuk a rendőrségi fotók esetében, sajtófotók esetében, meg ugye a bizalmi elv, tehát tudjuk, hogy manipulálják, tudjuk, hogy hazudik, tudjuk, hogy ezt csinálják, de mégis ez a fotóval alátámasztott világ, ez így nem akar kikopni. Mondjuk manapság már ugye az is van, hogy ha azt gondolnám, hogy el akarom dönteni, hogy rátok egy furcsa fotót, ugye nagyon sok furcsa fotót próbáltam csinálni, amiről nehéz legyen eldönteni, hogy akkor most ez lehet vagy nem, vagy megtörtént, vagy így van. De ugye van egy 12 éves gyerekem, és hogyha neki megmutatom, akkor ő már nem ezzel innen közelíti meg, hogy ez igaz-e vagy nem, hanem megkérdezi, hogy igaz vagy nem, tehát hogy eredeti vagy nem, és onnantól kezdve kezd el foglalkozni. És attól, hogy igaz vagy nem igaz, képként ugyanúgy fog neki tetszeni, tehát hogy ezt a képiség, tehát ilyen szempontból egyrészt kritikusabb is az ő hozzáállása, meg felvilágosultabb is, és ugyanakkor sokkal igazságosabb, mert a képiségében akar értelmezni az egészet, bár az mellékesen érdekli, hogy akkor ez most így van-e valami köze ahhoz, hogy így hogyan állították elő, vagy az érdekese. Most ebben a válogatásban, hogy majd kicsit tovább megyünk, akkor lesznek olyan motívok, amik egyértelműen valami bűnelkövetésre utalnak, tehát ott az a cannabis. Hát a kábítószerrel való visszaélés gyanúját minden esetre felvetik, hogy és hogyha már ilyen furcsán fogalmaztam, és ezen önkénten is röhögünk, hogy ugye miket mondtam ki, az, hogy kábítószerrel való visszaélés gyanúja. Tehát, hogy így ebben a mondat után senki sem fog másra gondolni, mint amit elmondtam. És a rendőrségi beszédet nagyon sokszor szoktuk kinevetni, vagy kritizálni, hogy olyan kitekert, és hogy ez nem azért van, mert hogy ne tudnának értelmesen beszélni, hanem nem mondhatnak más. Tehát nem kelthet bennünk egyik mondatuk se semmilyen érzelmet, gondolatot, nincsen konnotáció, teljesen ki van rekesztve, minden jelentés vitathatatlanul önmagában kell álljon. Amit ők mondanak, az annyi, és hogy se több, se kevesebb. És igazából ez a se több, se kevesebb mégis önkénten is teremt egy harmadik világot, a külső szemlélőnek nekünk viccesnek hangzik, de bekeveredik a közbeszédbe, hogy a viccelődünk ezen meg, hogy találkozunk benne híradásokba, de a rendőr nem nyilatkozhat félreérthetően. Tehát ezek ugye olvasatok, és hogy itt is ugye az persze az nyilván alapvetően benne van, hogy kihozom, és hát nyilván, hogyha valaki látott már Kendert, mondjuk itt is 90 fokkal el van forgatva, hogy ezt is állva szoktuk látni, de semmiképpen sem tennénk narancssárga a kanapéra, tehát nincs ez a kultikus, vagy rituális része a világnak, ahol a Kendert így fel kéne díszíteni, és így áldozati oltára kéne rakni, tehát mindenképpen történt vele valami, és hogy itt... Szóval az a lényeg igazából, hogy igen, tehát benne van az, hogy kihozom onnan, és hogy akkor van ez a furcsa ránézés, ugyanúgy, mint a rendőrbeszédjére, de hogyha ezt ugye elkezdjük elemezni, és azzal akarjuk foglalkozni, milyen állítások vannak, akkor ott megint egy új alapról kell kezdeni. A képi szinten is ez megvalósul, és nyelvi szinten is megvalósul a rendőri nyelvvel. De egyébként nemrég hallgattam egy podcastot az Indexen, ami a bűnügyi nyelvészetről szól. Tehát, hogy a nyelvnek is van annak ugyanilyen rétegei, ahol nyomolvasás végrehajtható, és a rendőrségi nyilatkozatok nyelv ez a nyomok nélküli nyelv, tehát ott nincs ott semmi látnivaló. Igen. Lehet tovább menni. Ez nagyon érdekes egyébként a rendőrségi nyelv meg a normális nyelv közötti feszültség, mert az a képeken is, nem mindegyiken egyébként, de ahol azért ilyen kicsit is valakinek a személyes terébe kerül egy ilyen furcsán kicsavart motívum, ott mindenképpen van a képenben nagyon minimalizálva, de azért megjelenik az a réteg, ami mindenkit érdekel abban, hogy bűnügyi helyzet, mi történhetett azokkal az emberekkel, amik mindegyik képről hiányoznak. Tehát az nyilván egy tudatos döntés, vagy nem is tudom, hogy egyáltalán mehetsz-e olyan helyszínre fotózni, mint mondjuk gyilkossági helyszín. Hát mehetek, elcsuklott a hangom, tessék. Az előbb az igazság, nem? Most meg a megrendültségtől, mert valóban mehetek, és valóban egy döntés, hogy ezek nem szerepelnek. Tehát egyrészt ugye
akkor ezek a kis finom dolgok, ezek mind hirtelen egyértelművé válnak, hogy, hogy az a fajta titokzatoskodás, gondolkodás egy nagyon egyértelmű borzalomba csapált, ahol nincsenek meg ezek a játékai a gondolkodásnak és a képolvasásnak, a kép befogadásának. Tehát én engem az a folyamat meg lenne, csak elég egy... Hát meg az is, hogy ez egy válasz, tehát hogyha ez diskurzusba helyezem, egyrészt így mondjuk a doktoriskolában képzőművészetileg, vagy a fotográfiában, vagy a dokumentarista fotográfiában, akkor mondjuk a legutolsónál maradva, és a testek ábrázolásánál maradva, annyi minden volt már erről szó, hogy egyrészt az is egy válasz, hogyha ez nincs. Mert hogy mivel ide is bekerült ebbe a párbeszédbe, természetesen a hiányától jelen való ez a probléma, és ott is olvasható rá a válasz. És egyébként meg, ahogy láttam, még így is elég rosszakra gondolunk. Tehát hogy én ezt a kis abszurd, kifordult világot én szeretném benne hagyni. Nyilván, hogy egyre többet foglalkoztam vele, láttam, hogy ez felelősség is, tehát hogy ezt nem lehet vele nevettetni, de hogy az emberek sokkal rosszabbat, szörnyűbbeket gondolnak, hogy mi történhetett ott. Tehát hogy egy konkrét példát mondjak, hogy mit tetten lehet térni. Tehát egy eszköz, amin egy betörés helyszínén új lenyomatot próbálnak keresni és arról levenni, mert alkalmas rá a felület, gyilkos tárgyá válik a befogadó fantáziába, mert én ebben a világban nem igazítom elő őt, ami szintén megint szándékos. Például kérdeztem, hogy mi ez a zöld... Trutyit mondtál. Hát azt mondtam, hogy amit egy űrlénynek. Igen. Az orváladéka, hogy én is igyekezek rendőri nyelven a konyhelyet ezt mondani, de hogy tulajdonképpen ez mi? Hát én erre azt mondom, hogy nem mondom meg, de hogy ez nem egy ilyen kivagyiskodás, hanem egy nagyon egyszerű dolog, hogyha az a kíváncsiság, ami kérdez, hogy ez mi, egy olyan bizonyos választ kap tőlem, aki a képet készítette, akkor utána lépjünk tovább, mert már nem érdekes. Miközben még mindig érdekes az esztétikája, meg érdekes egy csomó minden, ami a környezetében, mert valóban egy bűnügyi helyszínen készül. De hogy akkor miért van ott, nagyon sok oka van, és akkor elindul egy olyan beszélgetés, ami már nem a képről fog szólni, és az nekem nem érdekem. Igen, tulajdonképpen tényleg olyanok a képek, és úgy vannak itt is kiállítva, hogy eszébe se jut az embernek megkérdezni, hogy ez milyen eset volt, itt mi történt, mert mondjuk lehet, hogy elloptak egy reform. Vagy róla a gyereket, és... Nem. De hogy nagyon sok esetben például a rózsaszínű tablettáknál. Igen. Igaziból már el is vész ez a bűnügyi helyszín jelleg. Tehát itt is már egészen más ilyen művészettörténeti munkája lesz a dolognak, hogy ez a Damien Hirstnek vannak a bogyós képei, vagy vannak a rózsaszín villanyok üveg mögött, és tulajdonképpen ezek már ilyen nagyon-nagyon direkt és konkrét módon átmennek műtárgyba. Hát ezért egy kereskedelmi galériában állunk, tehát hogy itt azért szerintem fontos, hogy ezen most ebben a körben nem került sor, hogy itt a paradigmaváltás a műtárgyban magában is megtörténik, de pont mögötted van egy statementje is ennek az egésznek, ugye, amikor maga úgymond a művészet van a mérőlécek között bekeretezve és megmérve, de ennek a kifejtésében nem szerencsés, hogy pont én kezdek bele, de hogy erre a képre nagyon vágytam. Tehát láttam sok olyan bűnügyet, amikor hasonlóan műtárgyak kerülnek nyomokkal kapcsolatosan lefoglalásra, vagy azokon nyomkeresésre és azokon rögzítésre, és nagyon szerettem volna, hogy legyen olyan, amiben a művészet ilyen egyszerűen is megjelenik. Van festménnyel is ilyenem egyébként, de ugyanígy...
Ugyanígy a kábítószerekre is pont emiatt az egyértelműség miatt vágytam, tehát azt mindenképpen akartam, hogy kender legyen benne, mert láttam, hogy vannak ezek a nagy kenderültetvények, és az, hogy ott megint nem az én feladatom ezt így kimondani, de hogy ez így be van számozva, le van mérve, tehát mi is van beszámozva, mi is van lemérve, az milyen kölcsönhatásban velünk, elkövetési, annak a meg, tehát írtó bonyolult az egész környezete, miközben amikor megláttam, hogy pont extazíba botlottam, akkor meg valóban ez a színesség, hogy ez már olyan gagyi valahol ezek a színek, tehát mint a pest cukorka, tehát hogy így, tehát így teljesen ki van, tehát így ártalmatlan, meg ez egy ilyen biztonságos környezet, és egyébként meg nagyon legálisan ilyen fotót nem lehet készíteni. Tehát hogyha meg azt nézem, hogy megint az a truvály, hogy a fotósok között van ez a verseny, akkor ki milyen képet tud csinálni, akkor azt mondom, hogy csinálj legálisan ilyen képet, és nyilván megcsinálj, és nem legális, akkor feljelentem, de nem, hogy itt ugye az alcím az egésznek az, hogy forenzikus esztétika. És ez nagyon fontos, hogy képként viszont az esztétikai részét akarom megtalálni önkéntes ezeknek a képeknek, hiszen az egész vonzódás így indult, hogy egy olyan rendszert, egy olyan esztétikával, ami rákényszerít arra, hogy újraértékeljem az egészet, amit látok, és pontosan úgy rezdül meg bennem az első rendőrségi fotó emlékek, amiket így a hírek kapcsán láttam, amikor azt mondtam, hogy ezt nekem kell, de ugyanígy az archívban, a magyar rendőrnek az archívban a Fortepánon rengeteg kép, amiért én a jó képeket szeretem. Tehát egy olyan önkénten és olyan rendszer áll össze benne, egy olyan sűrűsége van attól a tudattól, hogy ezt tudjuk, hogy hogyan, hogy így működik, rögtön működik, nincsenek azok a kérdések, mint sok kép esetében. Nagyon nehéz eljutni magáig a képig, mert annyi mindent vagy önkéntelenül, vagy szándékosan hozod, ami a hozzáférést nehezíti. És végülis én tényleg itt újra a képre próbálom irányítani, a képre saját magára a figyelmet és a foglalkozást. Azért nagyon nagy ellentét van mondjuk e között a kép között, és a között, amit ide nagyítottatok, bebesült ilyen formában, mert itt azért mindenképpen lesz egy ilyen szociális, vagy igen. Egy, igen. Az a mozzanat, hogy ez... Igen, ez... Vissza-Kelet-Magyarország, az azért... Hát, azért Pest megye bárhol lehet, tehát hogy így, de még a Magyarország sem, mert egyrészt a nagyon nagy lomtár, ami kaotikus, az a világon bárhol úgy néz neki. Oké, hogy itt van egy-két olyan felirat, ami alapján jobban lokalizálható valami, vagy a Vénusz egy ilyen több évtizedes márkaként ott van, de igazából nem is ez a lényeg. Én inkább univerzálisnak látom, meg kevésbé látom benne azt, hogy ez így nagyon kötni az anyagot Magyarországon, ez nem bánom, hogyha teszi, de a másik az, hogyha ha teljesen, tehát kilúgozom ezt az egészet, és csak ezt a részét mutatom, tehát nem mutatom meg, hogy honnan hozom én ezeket a képeket, akkor az egy ilyen álszent lenne, vagy én ezt nem fel akartam vállalni, hogy igen, ennek vannak szociális belejárói is. Miközben azért, meg ha még visszajutalhatnék a gyilkosságokra, hogy a gyilkosságok mind áldozati, mind elkövetői részre azért egy nagyon szűk társadalmi rétegből kerülnek ki. Ezek a kisebb bűnügyek sokkal szélesebb társadalmilag is, és eszköztárában is. Tehát de mi mondom, szeretnénk mindig a legrosszabbra gondolni, és a szegénység kapcsán is a legrosszabbra gondolni, miközben ez nem egy drámai szegény családnak a helyszíne volt, sőt, kifejezetten nem csak, hogy ez egy olyan épületük volt, ami nem volt annyira fontos, de értékek voltak benne, amit más felismert. De hogy igen, a módszer, amivel meg össze van rakva, az szintén nem az enyém. Ez a kis helységekben használja a rendőrség azt, hogy több
kockát, több képet egymás mellé rakva mutatja be, ugye ez a nagyon nagy látószög hiányában, meg a nagy látószög az megint az objektivitás sérti, tehát túl nagy látószög, hiába van rajta minden, az arányok úgy megváltoznak, hogy nem érzékelhető annak a térnek a természete. Sokkal nagyobbnak tűnik, ugye megszoktuk az ingatlanos fotóknál, hogy így a kis lakásokat milyen szépen be tudják fotózni a nagy látószögű objektívekkel. És ennek elkerülése az, hogy ami kényszerből jött először, hogy ugye ezek a nagy, nagyon nagy látószögű építészeti fotós objektívek baromi drágák is, tehát nehéz a hozzáférése, és viszont több kicsikéből meg lehet, és az olyan végre megy vissza, hogy amikor még papírképre eldolgoztak, akkor ezt tablókon ők manuálisan összemontázsolták. Tehát a rendőrség ezt a technikát a fekete-fehér laborok óta alkalmazza, és kartonpapírra ragasztva csatoltak ilyen képeket. Ez nem tárgyi bizonyíték, ez egy vizualizáció, ez egy láttatás. Szól arról, hogy a helyszínről benyomást nyerjen az üggyel foglalkozó, nem tudom éppen milyen tisztségében, tehát nem akarom mindent egyből a bíróságra vinni, de akár ott is, tehát hogy rá kell nézzen, sok minden leolvasható róla, ugye. A másik nagyon fontos dolog, hogy igen, tehát minden, amit le tudunk róla olvasni, az árnyalja egy bíny esetében a képet. Nagyon jól igazodik a képhez, mert akkor működik egy kép, hogyha 100%-ban egyenlő, vagyis egymáshoz viszonyában álló képpontokról van szó. Akkor az utolsó képről, ami az eléggé emblematikus motívum. Hát, mert szerencséje volt a fotósnak, és ez itt ugye megjelenik, ami hát itt most másik képen annyira nem, de egyébként a motornak a márkája is leolvasható, csak azt nem a keserű fegyvergyárnak, vagy a Pannonia robogó, tehát ez is lehetett volna, ugyanígy ezt akarnánk, tudom, hogy van egy ilyen megközelítése neki. Ami még érdekes ebben a képben, ahogy mondtam, hogy ez új lenyomatos volt az első helyszínem, ez meg múlt héten volt, Debrecenben, és újra dolgoztam, és a kiállítás óta az első alkalom, hogy voltam megint helyszíneken. Addig ez volt a legutolsó kép, amit készítettem a projektben. Tehát a kiállításig. És akkor persze bármilyen fegyver lett volna ott aznap, az valószínűleg ugyanígy itt lógna, de azért az, hogy ez egy magyar fegyver rá van írva ezzel a képpel szemben, valóban azt erősíteni, amit mondasz, de hogy akkor ott van még rajta, hogy ez a keserű fegyvergyár, tehát ez a keserű is megjelenik, és innentől tényleg ebbe a szomorú. A keserű fegyvergyár az most? Az egy létező, van fegyverboltjuk, én rákerestem azóta. Ez csodálatosan visszaköt arra első, amikor az első képnél azt mondtad, hogy egy olyan valóság van, amiről gyakorlatilag nem tudom. Másra. Igen, még azt szokott eszembe jutni, hogy valahogy a harcosok klubjában van benne egy az ön maguk által felvált szerep, hogy ők egy kicsit úgy a társadalom szem elől rejtegetik a dolgokat, meg kiszolgálják fel, és egyébként a rendőrség munkám, és beléptem egy olyan világba, hogy egy csomó mindent elrendeznek ők addig, amíg mi alszunk, hogyha ilyen nagyon szimbolikus akarok lenni, de valóban egy olyan rétegét is távol tartják feladatuknál fogva, amivel kellemetlen találkozni szemben. És ezekkel kapcsolatot is tartanak. Tehát volt olyan helyszín, ahol kimentünk, és én nem értettem azt, mint egy másik országban lettem volna, amit beszélnek, és ők meg beszéltek. Tehát, és ez nem a tájszólásnak az eltúzása, tehát most nem itt a pesti fiú akar itt nem értetlenkedni a magyar vidéken. Nem. De hogy igen, tehát van ez a szerepe is a rend fenntartásának, hogyha így a szavak szintjére megyünk egy olyan képnél, amin olvasni tudunk betűket is.